Ugye általában adta az előadás címe, hogy közelmúltbeli Afrika, de én elsősorban a közelmúltbeli Dél-Afrikáról fog beszélni, és annak is néhány a fontosabb vonatkozásáról, elnézést már nagyon benne van, vonatkozásáról. Tehát nem mindent végig zavarni, nem is az a célom, hogy mondjuk Nelson Mandela életét végigvegyük egy A-tól Z-ig, vagy az Afrikai Nemzeti Kongresszust, vagy akármit. Inkább csak én általános képeket szeretnék adni arról, hogy miért ilyenek az afrikai politikai rendszerek, amilyenek mondjuk mostanában, vagy a közelmúltban, miért ilyen a politikai helyzet, hogyan alakult ki egyáltalán, hogyan alakult, nem mondhatnám, hogy kialakult a nemzetfogalmuk, a közösségi fogalmuk, mennyire tudtak összefogni, vagy nem, hogyan tudtak kapcsolni a tágabb értelemben vett világhoz, hogyan helyezkedtek el a nemzetközi rendszerben, hogy korábban csak Belgium 2 voltak, meg Belgium 3, vagy Anglia 2-3-4, most meg önálló hatalmi központként jelentek meg, vagy valami olyasmiként, és legfőképpen pedig, amiről ugye beszéltem, hogy el is indultam, hogy hogyan birkóztak meg, vagy hogyan birkóztak a faji problémával, milyen megoldási kísérleteik voltak, akár fehér, akár fekete oldalról az egészre. 1950-től jeleztem a kezdetét, de igazából abban az irányban inkább csak visszatekintünk. 1960-nal Afrika évével kezdeném, amikor is igazából az afrikai országoknak úgy nagyjából a 70%-a egyetlen éven belül hirtelen felszabadult, és az európai kormányok gyakorlatilag mind ott hagyták korábbi birtokaikat, és elmentek a fenébe. Alapvetően többféle hozzáállás volt az európai és fekete oldalról is, hogy mi legyen ezután, hogyan szervezünk meg az új viszonyokat és az új rendszereket. Az európaiak röviden, főleg az angolokkal az élen úgy gondolták, hogy ez most egy politikai függetlenség, mert Európa meggyengült a világháború alatt, és az USA amúgy is megtiltotta azt, hogy az európaiak csak ilyen saját kis zárt vámterületként használják a gyarmataikat, úgyhogy gazdaságilag önmagában már nem olyan király, hogy most feltartsuk, mint államnak a részét, de azért a gazdasági dolgokat megtartjuk, a politikait vihetik, elvihetik a fenébe a sok feketét, az minket nem érdekel, bányák, gyárak, minden más marad. Éppen ezért szocializmusról szó sem lehet, mert akkor az azt jelenteni, hogy államosítják az afrikaiak részére minden fontos vagyontárgyat és vagyoni eszközt. És persze, hogy fegyveres felkelésnek nem engedünk, nem engedjük magunkat kihajítani így az országból, és csak olyan csoportnak adjuk át a hatalmat, akikben megbízunk valamennyire, mint itt jobb oldalon is az angolok a nigériaiaknak, akik amúgy tök barátságosan váltak el, legalábbis retorikailag, a feketék még meg is köszönték, hogy itt voltak az angolok, és bevonták őket a civilizációba, elmondásuk szerint, tehát most nem én adok a szájba szavakat, és szóval úgy általában ezt célozták. Az afrikaiaknak azért kicsi más elképzeléseik voltak. A legtöbb afrikai vezető európai egyetemeken tanult ember volt, például Robert Mugabe, ő hát nyugati dél-afrikai egyetemen tanult, Fokvárosban tanítóképzőt, vagy egy csomóan jogot végeztek, vagy politológiát, elég sokan nem is csak az évfolyamuk alján, hanem nagyon komoly akadémiai eredményeket elérve, úgyhogy elég sok elmélet kavargott a fejükben arról, hogy mi legyen ezután, mert sokat láttak a világból. Az egyik fontos kérdés volt az, hogy a meglevő terepeseket integráljuk, vagy teljesen kiszorítsuk, szóval, hogy integráljuk a nemzetbe, hogy a nemzetek van fehér meg fekete része, vagy van az afrikai nemzet, a fekete nemzet, és a fehérek azok ilyen idegenek, akiket hát persze nem írtunk ki, mert mi civilizált emberek vagyunk, de úgy általában politikai kiszorítunk és mindenüket elvesszük. Egyáltalán az is felmerült, hogy most vannak ezek a gyarmat területek így lehatárolva, de ebből most mit kezdjünk most, hogy hogyan kovácsoljunk ebből nemzetet? Az meg volt nagyjából nekik, hogy nem kezdhetnek most ilyen Afrikát felosztó 35 éves háborúban, mert arra nincs energia, úgyhogy tudták, hogy ezen belül kell gondolkozni, itt van egy összerakva, hogyan kell ezt összerakni. Általában a megoldás vagy a megoldási alap az volt, hogy hát a gyarmat nyelvvel, a portugállal, a franciával, az angolal fognak dolgozni.
mint Európában a 20-30 években tanult sok emberben, az maradt meg bennük, meg a második világháború után átélt emberben, az maradt meg bennük, hogy a szocializmus az egy jövőben mutató ideológia, mert a törzsöket képes összefogni egyrészt. Egyszerűen azért, mert mi a szocializmus nem hisz, nem koncentrál arra, hogy milyenek az etnikai formák, ezért alkalmas lehet arra, hogy a mindenféle Ndebele, Shona, Zulu és 829 féle nemű törzseket, azokat összefogja és egy nagy szocialista állammá integrálja, valamint, ami pont az ellenkezője az európaiaknak, a szocializmus jó eszköz arra, hogy megindokoljuk azt, hogy miért veszünk el mindent az európaiaktól, bányát, gyárat, ültetvény, minden egyéb mást, mert hogy hát ezt afrikai földön csináltak, úgyhogy ez akkor tartozik. Az a dolog nem merült fel, hogy számolásként, hogy most akkor az európai mekkora hozzáadott értékkel jöttek ide Afrikába, vagy mi a helyzet. Sok helyen felvetődött, és ezt viszonylag jól meg is adották, de főleg Dél-Afrikában rengeteg ilyen radikális gondolkodó volt. Ezért is adtam egyébként ezt a címet az előadásnak, hogy a föld rabjai, mert Dél-Afrikában volt nagyon jellemző, hogy mind fehér, mind fekete részről mindenkinek volt egy baromi konkrét elképzelése, és ez baromi konkrétan át is akarta vinni, tűzzel, vassal, és mindenféle testnedveken keresztül. Ez aztán jól be is indult. Kongóban volt az afrikai évének az első ilyen nagy minta esemény sorozata, ami jól megmutatta, hogy mi aztán mit lehet várni a következő időszaktól. A belgek úgy tervezték, hogy angol mintára szépen rendezetten átadják Kongót, a politikai irányítása a jobb oldalon látható Patrice Lumumbáé lesz, akit a belga királyi párt fel is hatalmazott erre egy kellemes látogatás keretében, hogy ezentúl ő Kongó vezetője. Viszont Lumumbának egészen más elképzelései voltak, neki alapvetően az volt az elmélete, hogy hát az európaiakat teljesen kell szólítani, mert hogy a belga felség az abból állt, hogy övé a politikai irányítás Lumumbáé, viszont a belgák maradnak a hadsereg irányításában, a közigazgatás irányításában, és minden vagyonukat megtartják. Javarészt azért egyébként, mert nem volt elég diplomás afrikai, vagy vezetőképességű afrikai, aki ezeket a posztokat ellátta volna. Úgyhogy több mint kitették a belgák a lábukat, Lumumba szépen felállította a hadsereget, hogy mint a hatalom egyik legfőbb eszközét, hogy hajtsák ki a megmaradt belgákat, akik lelkesen legyilkolták a fehér tisztjeiket, csak hogy ami kevésbé volt talán politikailag értelmes, elkezdték legyilkolni a fehér lakosságot is, a tisztviselőket, misszionárisokat, minden egyéb mást, ami politikailag elég csúnyán nézett ki. És persze Belgium ordított és sikított az ENSZ előtt, hogy ő elengedte Kongót, ahogy mindenki akarta, és aztán meg lehet nézni, hogy mi lett az országból. A belgák persze beavatkoztak, míg amúgy a világon mindenki röhögött rajtuk, hogy a belgák mennyire szerencsétlenek. A belgák beavatkoztak, szintén lelőttek jó pár feketét, és sikeresen evakuálták az európai lakosság nagy részét. Viszont mivel Lumumba mekkora nagy lendülettel van az álmostás iránt. Egy kérdés hirtelen, hol tudok ilyen lézerpontot varázsolni magamnak? Létezik az annotate funkció. Aha. Ha azok között megnézed, akkor annak örülünk, ha van, de egyébként... Spotlight szerintem. Igen, spotlight, látszik? Látszik, igen. Király, köszi. Szóval... Miközben elkezdték kimenekíteni a saját civiljeiket, közben gyorsan egy általában kongói uniós elképzelésekkel szemben álló politikust, Moise Tshombét rábírták arra, hogy szakadjon el a Kongó legértékesebb részével, Katanga területtel együtt Kongótól, és így mentse meg Belgium számára a kobalt, urán és mindenféle bányákat. Lumumba először behívta az ENSZ-t, viszont az ENSZ nem sok mindent tudott csinálni, mert nem volt nagy, mert az ENSZ-hez azok veszekedtek, és a hadsereg elég gyengén muzsikált. Ráadásul hamarosan az ENSZ főtitkár is gyanús körülmények között lezuhant Katangában, amikor éppen igyekezett békét teremteni, mint később kiderült, pont egy éve derült ki, hogy egy veterán angol pilóta lőtte le a vadászgépével leszállás közben a belgák parancsára. Lumumba ezután teljesen pánikbe esett, és
és elhatározta, hogy akkor, mivel hidegháború van, a belgákat ugye már az amerikaiak támogatják, mint a nyugati világrendszer tagjait, mint a NATO tagjait, ezért ki kell hívni? Hát a szovjeteket. Kért csapatokat, Hruscsov mondta, hogy felejts el, mert nincs ilyen szállítási képessége a Szovjetuniónak, ilyen messzire. Hoppá, elnézést. Nincs ilyen képessége, viszont fegyvereket adott, viszont mire a belgák felnyomták Lumumbát Washingtonban, hogy szovjetek jelentek meg az uránbányák környékén, meg a kobaltbányák környékén. A CIA-nek teljesen elgurult a gyógyszere, és Eisenhower elnök megparancsolta a CIA-nek, hogy bármilyen eszközzel, emberrel, pénzzel, de az USA kezének tisztán tartásával takarítsák el a szovjetek bábját, Lumumbát a Kongóból, amit aztán ők egy jókora fehér zsoldos alakulat felszerelésével meg is tettek. Lumumba támogatói felállították a helyi törzseket, azt állítva, hogy a nagy szellemek megmondták, hogy most már meg lehet ölni a fehéreket, de eddig nem lehetett, viszont a nagy szellemek segítsége nem mondott sokat a nehéz gépuskákkal szemben, úgyhogy ez a kérdés elég sok litervére árán meg is oldódott. Lumumbát elég gyorsan meggyilkolták, és végül egy bizonyos Joseph Mobutut helyeztek egy kisebb Moise Tshombe közjáték után Kongó egységes élére, aki nem érdekelt sokkal több, mint a saját zsebe, és az, hogy parancsolgathasson a hadseregének, az pedig, hogy kéne itt ilyen nemzetépítés, meg mindenféle nagy projekt, az teljesen el lett felejtve a részéről. Úgyhogy nagyjából így végződött a kongói balhé. A fehéreknek egy egyetlen vált, hogy az afrikaiak teljes egészében akarnak szakadni, és képesek bármit bevetni. És a másik oldalról is egyetlenül vált, hogy a fehérek képesek bármit megcsinálni az, hogy a feketék ne szakadjanak el, és hogy a kommunikáció nincs, és a hidegháború két nagy hatalma szívesen avatkozik be az ilyen konfliktusokba, lehet várni azt is, hogy még több ilyen balhé alakul ki Afrika szerte. Erre a problémára aztán mindenkinek más megoldása volt. Az angolok továbbra is azt mondták, hogy hát nem kell itt ugrálni, fiúk, nem kell pánikba esni. A lényeg csak az, hogy hogy minél megfelelő politikusokat válasszunk ki az új államok élére, ugyanúgy lehetséges a normális átmenet. Ezt megcsinálták Zambiában, Kenneth Kaundával 1964-ben, hasonló időszakban, de 64-ben becsúlán a földre is, ezek szépen elmentek. Szóval úgy tűnt, hogy működik, de Rodészi egy másik téma, azt majd hamarosan foglalkozunk. Viszont voltak itt egészen más, a teljes függetlenséget már nem tartalmazó opciók is. Ilyen volt az António Salazar által Portugál területek. Portugália ekkoriban egy fasiszta, autoriter állam volt, közösen kölcsönös a Spanyolországgal is, és korábban Itáliával is, csak Mussolini volt annyira gyerekes és hülye, hogy beszállt a második hidegháborúba, még Ibéria szépen kimaradt belőle, és a széléről röhögött a kontinens nyomorúságán. Mondhatnánk, most megint valami történt, elnézést. Egy pillanat. És technikai probléma. Azt mondhatnánk, hogy talán egy portugál rezsimnek, igen, jó, elnézést, most kicsit vannak zavarok. Azt mondták, egy fasiszta rezsimnek alapvető része a rasszizmus, mert hogy a nemzet a legfontosabb, meg minden egyéb más. Csak hogy António Salazarnak, aki egyébként egy közgazdász professzor volt, és eléggé művelt és szofisztikált ember, az szépen, hogy hát igen, nem ez a legfontosabb, csak hogy Portugália 400 éve Afrikában van, ők nagyjából Mátyás király idejéig el Angolát meg Mozambikot, jó, az kicsivel később, 20 éve később. Úgyhogy miért lehetne azt mondani, hogy a portugál nemzet része az összes fekete is. A portugál nemzet az afrikai nemzet, mint ahogy ezen a plakáton is látszik, a fehérek és feketék együtt tartják a dicsőséges felfedezők emlékét, és vesznek részt Portugália új nemzetépítésében, az új államban, ahogy Salazar a saját államát nevezte. Mint ahogy rámutott arra is Salazar, hogyha például Mozambik nem lenne Portugál, akkor nem is lenne, azért van Mozambik, mert Portugália része,
De elmutatva azzal, hogy igazából, hogyha nem lenne egy portugál hódítás, akkor itt nem lenne semmiféle területegység, hanem egy csomó törzs lenne egymás ellen veszekedve, mint ahogy korábban is volt. Úgyhogy ez volt a projekt, közösen Portugália, közös front Portugáliaért, fehérek és feketék közösen. Ennek volt is amúgy alapja, hiszen ezek a területeken már 100-150 éve körülbelül tömegesen házasodtak és alkottak közösséget feketék és fehérek, olyan réteget létrehozva, akikről nem lehetett megmondani egyébként, hogy most ők fehérek, vagy feketék, vagy milyen fajúak, úgyhogy Salazarnak valóban logikus volt, hogy hát portugál nemzet, afrikai nemzet is kész. Úgyhogy elkezdte a kongói válságra reagálva pénzzel önteni ezeket a területeket, főleg a portugál gazdaság kárára, amit amúgy a fő, az ő támogatói, a portugál gazdasági elit rohadtul utált, mert ők inkább szívesen mentek volna az európai gazdasági közösség, az Európai Unió elődje felé, és nem pedig az, hogy Salazar álmait követve a trópusokra öntik a pénzt. Ettől függetlenül voltak óriási turisztikai fejlesztések, mint amikről ezek a képeslapok is tanúskodnak, sportrendezvények, autóversenyek és minden egyéb más. A feketéket tömegesen telepítették be a városba, néha akaratuk ellenére, portugálul tanították őket, meg mindenféle hasznos dologra, és persze igyekeztek kulturálisan is integrálni, mint például ez a fekete autószerelő is, a mi asszonyunk, a szeplőtelen fogantatás templomban veszi el aráját valamikor a 60-as években, szépen, szépen portugálosan födölt bajusszal és teljes európai öltözékben. Persze más területeken volt olyan probléma, hogy akkor mondjuk, hogyha a feketéknek is van választójoga, meg egyenlő joga, mint a fehéreknek, akkor esetleg a feketék nem fognak-e fekete pártot választani a parlamentben, mint majd látni fogjuk, és így leplanírozni a fehéreket. Hát Portugáliában nem volt ilyen probléma, mert nem volt választás, úgyhogy a fai pártok problémája, ezzel meg volt oldva, hogy nincs választás, nincs probléma, mindenki egyenjogúan tagja a fasiszta államnak. Viszont egy másik területen teljesen más ötletekkel hozakodtak elő. Ez volt a dél-afrikai területeknek, ezek voltak a dél-afrikai területek, ahol több millió holland származású úgynevezett afrikáner és angol telepes lakott, akik bizonyos autonómiát élveztek a brit birodalmon belül. A feketéknek nem voltak külön jogaik, mert az volt a brit gyarmati elv, hogy ők csak őslakosok, szóval nem az új telepes államnak a részei, szóval neki nincsenek külön jogaik, a saját törzsfőnökeinken keresztül tartjuk fel a kapcsolatot, de egyébként nincs velük komoly kapcsolatunk, ők csak úgy vannak a saját területeinken belül, jogok nélkül, majd egyszer, hogyha lesz függetlenség, akkor majd lesznek jogaik is. Csak hogy pont ez a majd, ha lesz függetlenség, akkor lesznek jogaik is dolog, nem jött be annyira a helyi fehéreknek, akik amúgy is eléggé meg voltak áldva ostrom mentalitással, mert hogy a holland telepes, hát 1652-ben kezdődő történelmüknek jelentős részét töltötték az angolok vagy a feketék elleni harccal, mint ahogy egyik nagy nemzeti emlékművük fő alakja, Pítretív is mutatja, akinek az volt a nagy történelmi szerepe, hogy amikor észak felé vezette az angol területek épét, és vett egy csomó földet egy zulu királytól, akkor amikor elment a szerződés, hogy megkössék a szerződést, akkor törbecsaltak és kinyírták a zuluk. Úgyhogy megvolt ez a szerintem ismerős háttérmentalitás, hogy minket mindenki bánt, az angolok, a feketék is minden egyéb más, és erre jött rá a 30-as években a nagy gazdasági világválság, amikor is számtalan fehér család vesztette a megélhetését, és bizonyos gondolkodók, főleg a helyi református, a holland református egyház belmissziójának gondolkodói kezdték érzékelni azt, hogy az angolok hamarosan elmennek, már akkor is érzékelték ezt a 38-37 körül, hogy az angolok hamarosan elmennek, és itt van egy csomó szegény fehér, jönnek a teljes jogú feketék, és itt vagyunk mi 3 millióan a kis fehér törzs itt az afrikai szavanna közepén, és hogyha feketék lesznek hatalmon, akkor nekünk elvesznek a politikai jogaink, mint ahogy a feketék már jó párszor átvertek minket. Ezen kívül azt is látták, hogy mivel a szegény fehérek nyomorrejedekben laktak ekkoriban, azt látták, hogy hogyha nem törnek ki, hogyha feketék együtt laknak,
akkor elvesztik szerintük a nemzeti érzésüket, a nemzeti közösséghez való tartozási érzésüket, és ezáltal az afrikáner, a dél-afrikai holland nép nem képes betölteni az Isten által ráruházta szerepét, vagyis a dél-afrikai régió civilizálását, a fehér ember gyönyörű terhéhez való igazi alkalmazkodásként és ragaszkodásként, és éppen ezért nem lehet keveredés sem, mert akkor a nemzet elveszti a jellegét, és ilyen nyomorérdek lesznek, másrészt pedig nem lehet fekete uralom sem Dél-Afrikában, mert akkor meg azért vészelemzett. Viszont keresztényként azt mondták, hogy ettől függetlenül a feketéknek szükségük van arra, hogy a saját módjukon, a saját területükön megfelelően fejlődhessenek, és kulturálódhassanak afrikán segítséggel, és így vágtak neki, aztán 1948-tól már annak a projektnek, hogy ketté válasszák Dél-Afrikát tulajdonképpen. Az a gyakori elképzelés, az apartheid elképzelés, hogy igazából az csak arra szolgált, hogy a fehérek és feketék külön alakjanak, de a feketék adott teljes egészében a fehérek úgymond szolgáiként éljenek Dél-Afrikában, de az eredeti elképzelés, amit a református belmisszió meg a Stellenbosch Egyetemnek a hasonló gondolkodói dolgoztak ki a 30-as évek végén, az volt, hogy a feketék és fehérek lakjanak csak simán külön, legyen se társadalmi, se szexuális kapcsolat a két csoport között, hanem az afrikai nemzet maradjon meg tisztán. Csak hogy a projektnek voltak elég komoly implikációi is. Alapvetően viszonylag átlagosan indult, úgy, ahogy tervezték, az 50-es évek végén pont szembe jött ez az afrikai éve és kongói válság, ami aztán csak ezt felgyorsította. Először elkezdték a feketék kitelepítését a nagyvárosokból, mondván, hogyha nincsenek a nagyvárosokban, akkor nem is követelnek nagyvárosi politikai jogokat, és éppen ezért nem akarják elfoglalni a mi életterünket, neki lesz a saját életterük, és ott majd lesznek saját jogaik, de a mi helyünket azt ne foglalják el. Voltak külön fehér, általános színes, ami főleg indiai vendégmunkásokat jelzett, és külön nagy fekete régiók. Fontos megjegyezni, hogy ez a diagram nem jelzi az etnikai arányokat. 3 millió fehér mellett nagyjából 15-16 millió fekete lakott Dél-Afrikában, szóval a fehérek kisebbség voltak, de mivel az brit uralom alatt képesek volt, ugye csak nekik volt a szavazati joguk, amire jött a függetlenség 61-ben, addigra ők szépen kiszavaztak mindenféle fekete jogot, és nekik ugye a feketék nem a fehér állam része, úgyhogy a fehér államban nincsenek jogaik, a fekete államban majd lesznek, ha lesz majd fekete állam. A kitelepítés elég jól zajlott, a kormánynak a logisztikája a külön erre a célra vett, tömegesen vett járművekkel, és külön erre a célra megteremtett fehér munkahelyekkel egyébként tömegesen telepítette ki a feketéket. Persze volt, aki szembeszállt ezzel, és mondhatni, hogy ekkora tömegű afrikai akár szembe is állhatott volna 3 millió fehérrel, de erre megvoltak a megfelelő eszközök, több szempontból is, mert hogyha megfigyeljük, nem csak az, hogy rendőrök vannak, akik feketéket várnak, hanem hogy ha fekete fehérképen megnézzük, akkor a rendőr keze fekete. A rendőrök keze fekete. Mert hogy sok fekete elég jól belehelyezkedett ebbe a dologba, hogy hát igen, ők amúgy jól vannak a vidéki törzsi területeiken, amúgy munkahelyük van, a munkahelyeiket azt nem vették el a fehérek, majd egyszer lesz amúgy egy ilyen fekete állam is, de amúgy engem nem bántanak, az én törzsemet nem bántják, a városi feketéket bántják, akik amúgy a törzsi hálózaton kívül laknak, tehát ők már külön ilyen saját, hát városi, urbánus területen laktak, és nem pedig ilyen törzsi keretek között. Úgyhogy, ha őket meg kell verni, hát akkor meg kell verni, aztán majd lesz valami. Nem volt egy ilyen, nem volt nemzettudat, ami összefogta volna egységesen a fekete tömegeket, és így a fehérekhez kiválóan fel tudták használni. Tehát a városi jeleket, a fekete városi jeleket, amelyek a fehérek közé volt rágy, azt alaposan lerombolták. Helyükbe 50-60 méterrel arrébb általában ilyen nagy, jól ellenőrizhető, jól bejárható barakvárosokat építettek, amelyek amúgy kettős hatásúak voltak, mert egyfelől sok embernek ez visszalépés jelentett, mert persze kivitték elvitték a saját lakóhelyéről, és belőtték egy egyszobás barakszerű valamibe, ahol messze a lakóhelyétől.
De voltak olyan emberek, akik mondjuk vászonsátrakban laktak a városok peremén, ugye a szlamok, és nekik pedig ez egy előrelépés volt, hogy a fehér állam úgy tök ingyen adott nekik egy ilyen bádokházat vagy faházat, szépen azt a rakott elemekből viszonylag tisztán. Úgyhogy ilyen szempontból is töredezett a feketék egységfrontja, hogy van, akinek amúgy nem is volt annyira rossz egész, ez egész kérdés. Közben megint valami jó. Igen. Jó. Az apartheid része volt az is, mint elmondtuk a kezdeti elméletektől, hogy a feketéknek a civilizálására figyelni kell. Arra azért figyeltek, hogy ne termelődjön ki még egy Kongóhoz, Patrice Lumumbához hasonló vezetői réteg magas szintű diplomákkal, úgyhogy létrehoztak egy ilyen párhuzamos, szerint általuk bantunak nevezett iskolarendszert, ahol például matematikából sokkal kevesebbet tanítottak, és általában sokkal kevesebbet mindenből röviden, főleg politikai és közismereti tárgyakból, de például írni, olvasni és alapvető műszaki dolgokra meg lettek tanítva a feketék egészen fel a felsőoktatásig, bár eleinte csak az alsóoktatási rendszer volt bő. Egyébként meglepő módon bővebb is, mint a korábbi random missziós iskolák rendszere. Itt az államos adott pénzt, nagy mennyiségű pénzt arra, hogy a bantuk a saját iskoláikba a saját fehérek által odaadott tananyagból tanuljanak. És meglepő módon egyébként ez az írásodatlanság jelentőségét hozta magával. Bár az apartheid gondolkodói nem beszéltek arról, hogy mi lesz akkor, hogyha nem annyira kulturál, de valamilyen szinte mégis a kulturál tömegek jelennek majd felnőttként az afrikai közéletben, de megvolt az az idealisztikus elképzelés, hogy a feketét, hogy jó lehet a fehérektől külön, de a feketéknek is fejlődniük kell, és előre menniük az európai értelemben vett kultúrának a lépcsői. És ezért volt ez a bantu oktatás, aminek majd lesznek később érdekes implikációi. Ezen kívül végre valahára lassan, főleg a 70-es években nekikezdtek, bár ez elég furán jelzi ez térkép 77-től, korábban is voltak már ilyen bantusztánok, ilyen autonóm területek, ahol tényleg elkezdték a fekete államok, törzsi keretek között tartott államoknak a létrehozását. Valóban belső autonómiával, persze nem lettek így külön nagy erős államok, és főleg nem szocialista államok, ugyebár. Javarészt ezek is olyanok voltak, mint az indián rezervátumok Észak-Amerikában, bocsánat, benszülött rezervátumok Észak-Amerikában. Viszonylag kevés jó termőfölddel, kevés gazdasági lehetőséggel, viszont a helyi törzsfőnök tökre örültek az egésznek, mert ők kaptak hatalmat, hogy irányítsák a helyi közigazgatást, minden egyéb mást, kaptak egy csomó támogatást, és ők még szívesen közel is működtek abban, hogy a feketéket ennek a rendszernek a keretei közé tereljék. Így tehát ezek a bantusztánok voltak azok, amik így rá volt így a világ közvélemény előtt, oda voltak rafogva, hogy hát nézzetek, mi nem nyomunk el senkit, vannak külön fekete területek, ott ők függetlenek, de egyúttal ez csak nyomorúságra és pusztulás jelentett igazából, minden különösebb nagymértékű előrelépés nélkül. Viszont az apartheid rendszernek egyik legfontosabb problémája, mondhatni, az volt, hogy egyszerűen szüksége volt a feketékre továbbra is a gazdaságában, a gazdasági fejlődésben. Nem tudta őket csak úgy elengedni, hogy jó, menjetek a bantusztánba, és aztán majd terveztek. Szüksége volt igenis a fekete munkaerőre, a férfikre, főleg a bányákban és a nehéziparban, amik akkor is azóta is dél-afrikai iparának a dél-afrika gazdaságának az alapját képezik, mert rengeteg az ásványkincs. És éppen ezért az új városnegyedekből, bantusztánokból a férfiak hajnali 3-kor felkeltek, és mentek egy 3 órás buszúton keresztül be a bányba, a gyárba, és aztán szépen vissza este, és aztán pár óra múlva megint. És hát ez alapvetően elég komoly feszültséget gerjesztett, mert itt látták először a feketék azt, hogy igen, jó, kaptunk házat, meg oktatást, de baromi messze van a munkahelyünktől, és hát szóval ez a rendszer ez így kezd egyre, hát hosszú távon, mondjuk 10 éven keresztül azért ez egy elég csúf dolog. És mivel a fehér terület teljes egészében fehér területnek volt nyilvánítva, szóval olyan szinten, hogy a feketéknek külön engedély nélkül nem volt szó lépniük, ezért
a fekete külön belső útlevélre volt szüksége ahhoz, hogy átmehessenek a saját munkahelyükre, a Bantustánba és a városnegyedekből, és ez például a rendszer bevezetésének első napján, ami a képen látható, a még mindenféle számítógépes rendszer nélkül működő közlekedési rendszert így tartsa vágta, szóval egy 3 héten keresztül nem volt gyakorlatilag hivatal elérhető, mert hogy mindenki csinálta, körmölte, hogy a feketéknek belső útlevél 15 millió feketének, egy 3 milliós fehér közösség közigazgatása részéről. Úgyhogy voltak ilyen alapvető bürokratikus akadályok is, bár éppen ezért a számítógépes adatbázisok elég hamar mentek Dél-Afrikában már 1966-tól, mert hogy tudták, hogy hamaros sietni kell, mert különben nem fogjuk tudni a feketéket ellenőrizni rendesen. A másik munkahely, ahol a fehéreknek szükségük volt a feketékre, az főleg általában a fehér életszínvonal fenntartása volt, mindenféle házi szolgák, dajkák és ilyesmit képében, amelyet persze főleg a nők végeztek. És jól lehet, éppen ezért őket beengedték még európaiak által lakott területekre is, ami aztán tényleg óriási eredmény volt az apartheid elmélete szerint. Annak érdekében, hogy akkor ne legyen most mégiscsak egy külön fekete városrész a fehér városon belül, ezért a házi szolgák csak a saját gazdáik telkén lakhattak, általában ilyen alapterületi kunyhókban, ami a házhoz mérhetően így lehet látni, hogy fehér kertes ház, ilyen amerikai stílusú, és ott van a fekete házi szolga, dajka, szakács és minden másnak a kunyhója hátul. Ez persze aztán teljesen tökretette az egész apartheid elválasztás rendszerét, mert hogyha a dajka ott lakik a fehér házában, meg a fehérek utcáin járkál, meg a fehérek boltjaival jár be, meg aztán ott vannak a fekete férfiak is, akik jönnek át minden nap, és a fekete férfiak néha-néha megszállnak a fekete nőknek a bódéiban, aztán már ott szorong az egész család, és a fehér gazda nem fogja kihajítani őket onnan, mert neki kell a szakács, akkor igazából az egész rendszer miért is jó, vagy hogy miért olyan király, hogy most ez van nekünk, hogy ők van külön matosztányuk? Persze a feketék is felismerték ezt elég hamar, viszont a fehérek nem szálltak még ebbe az apartheid ellenségbe bele, és így aztán elég csúfos visszavágás lett a vége az állam részéről, például Sharpeville-ben 1961-ben, amikor a feketék éppen a belső útlevélrendszer ellen tiltakozva 60-ban, szóval ezzel tiltakozva vonultak fel, és egyébként félig fekete, félig fehér rendőrsnek a legénysége egyöntetűen a tömegbe lőtt, és számos ember hátulra lőttek le, amivel aztán alaposan elásták magukat az egész világ közvélemény szemében, tekintve, hogy ekkoriban már a tömegmédiának a szerepe elég komoly. Ezen kívül fekete és egyébként fajközi politikai csoport alakultak arra, hogy ezt az apartheid rendszert megdöntsék. Ilyen volt az Afrikai Nemzeti Kongresszus, ami egy teljes faji integrációt szorgalmazó párt volt. Ennek volt egyik vezetője, képen középen látható fiatal Nelson Mandela. Az kongresszus maga egy fekete-fehér indiai konglomerátum volt. Mandela viszont a Sharpeville-i zavargások után a 3 évvel az apartheid állam egy komolyabb kitöréstől félve, komolyabb felháborodástól, vagy komolyabb fordulóplázadástól félve életfogytiglanra ítélte árulásért, mert hogy a fehér állami rendszer ellen lázadt, majdnem fel is akasztottak, de végül csak életfogytiglani börtönt kapott. A dél-afrikai apartheid támogatni, amellett, hogy elég súlyos volt a nemzetközi visszhang, még mindig tudtak mutogatni arra, hogyha nincs a fehér uralom, akkor milyen szörnyűségesen rossz lesz. Igaz, hogy a kongói krízis akkor már mondjuk 70-ben már 10 évvel messze volt, és ez egy régi emlék volt, mert lehet mondani, hogy hát az afrikai nemzeti kongresszus, az ANC, az nem ilyen erőszakos, ettől függetlenül a közeli területeken dúlt a háború, mert hogy Kongó után számos már a területeket elengedni nem akaró gyarmati állam ellen robbant ki felkelés. Az egyik ilyen volt Portugália, Portugál területek, Mozambik és Angola, viszont érdekes módon egy brit gyarmaton is robbant ki felkelés a Zimbabwe-ben, az akkori Dél-Rodéziában.
Az történt sajnos, hogy az angolok elcseszték az átmenetet, az átmeneti folyamatot, ugyanis a világháború után több mint 300 ezer fehér vándorolt ki Dél-Rhodéziába, ami példanélküli méretű volt, bár még így is sokkal, sokkal kevesebb volt, mint a 6 millió fekete, aki itt lakott. És amikor elkezdődött az egész átmeneti folyamat, hogy akkor ki legyen a fekete elvág, aztán lesz teljes fekete választójog, akkor ez a 300 ezer fehér, akik pont a háború utáni Anglia szegénységéből és jegyrendszeréből menekültek el, akkor azok azt mondták, hogy micsoda, hogy most a feketék jönnek a fekete szocialisták, Robert Mugabe meg a többi, akik deklaráltan szocialisták voltak, és akkor most elvesztek mindent, és nem vesztek itt fehér jogok, meg semmi. Úgyhogy bizonyos Ian Smith vezetésével, aki a Time magazin címlapjára is került ezért, megragadták a gyarmat zászlórúdját, és 65. november 11-én a saját elképzelések szerint elszakadtak Nagy-Britanniától, Rhodesia néven, csak egyszerűen Rhodesia néven. Az angol hadsereg beavatkozott volna, mert hogy ugye az volt az elf, hogy fegyveresen nem engedünk el erőszakos idiótákat, csak az angol állam szabályai szerint lehet elszakadni, viszont a helyi angol hadsereg fehérekből állt, úgyhogy azok simán átálltak, úgyhogy az angol kormány csak állt és nézte, hogy hát akkor sátok, vagy nem mondta, hogy elmehetnek, de nem tud csinálni semmit gyakorlatilag. Úgyhogy így alakult a rhodésiai helyzet, és a feketék látták, hogy nincsen békés átmenetre esély, ezért elhatároztak, hogy hát akkor a saját kezükbe veszik ennek az elintézését, és volt egy jó támogatójuk a Szovjetunió személyében, aki még mindig szeretett volna komoly befolyást szerezni itt, Afrikában, úgyhogy elég sok pénzt és fegyvert szereztek a Szovjetuniótól, és elkezdtek, főleg a feketék által a Zambia területén, gerilla alakultuk szervezését, persze törzsek szerint megosztva, mert ekkor sem voltak képesek megegyezni egy egységes frontban. A gerilla harcmozók lényege az volt, hogy mivel tudták, hogy szemtől szemben nem bírnak a fehérekkel, ezért ezt a harcmozót alkalmazzák, aminek lényege az, hogy rajtaütés és aztán menekülés, mielőtt az ellenség visszaüthetne, és mivel az ellenség sose bír visszaütni, ezért a mi embereink nem fogynak el, nem szenvednek vereséget, nem csökken a moráljuk, és éppen ezért ki lehet fárasztani az ellenséget végtelen számú ilyen támadással. A vietnami háború sajátos értelmezése is segítette őket, mert azt hitték, hogy akkor is ilyen mezitlábas gerillák, ugyanúgy három darab szovjet puskával győzték le az amerikaiakat. Kár, hogy akkoriban a média nem mondott semmi normálisabbat erről az egészről, mert tudták volna, hogy Vietnamban nem ez történt. De ettől függetlenül ők ezt a vietnami típusú gerilla háborút kezdték el, rajtaütések és aztán menekülések, ami itt lehetett. Csak hogy a rhodésiai állam, mint azt a dalban is láthattuk, ami a bevezető szám volt, elég markánsan szembeszállt ezzel. Rengeteg volt a fekete akna példa, a feketék által lerakott akna például az utakon, amelyek válogatás nélkül gyilkoltak persze civil és katonai járműveket, mint például ezt is, aminek úgy egy része hiányzik a szovjetek által, Szovjetunió baráti népének támogatása által nyújtott felszabadítási célú akna miatt. Viszont a fehérek rendkívül találékonyak voltak, például az aknák ellen kifejeztetek egy olyan járművet, amelynek ugyan leszakadt a kereke meg a tengelye az aknától, de a bent ülők nem sérültek meg. És mivel az volt az alapvető gerilla harcmodor, hogy az akna robbanása után előugranak a fiúk és megölnek minden fehért, aki még mozog, jött ez a páncélos autó, lerobbanta a kereke, és aztán a bent ülők kiugráltak a páncélozott ajtókon keresztül, és a jövő gerillákat azokat szépen elövöldözték. Ezen kívül a rhodésiai fehér államnak is megvolt az a tulajdonsága, hogy mivel megvolt a osztva a törzsek között ezek a fekete gerillák, egyes törzseket a saját oldalára tud állítani, mert egyes törzseket egyszerűen nem érdekelt ez az egész zimbabwei projekt, ahogy a feketék Rhodesia helyén elképzelt államát nevezték, és éppen ezért sok fekete szívesebben kezelte együtt az aknevetőt a fehér katonákkal, mint hogy a gyűlölt ellenséges törzsel együtt harcoljon valamiféle egységes Zimbabvéért, amiben tudták, hogy igazából úgyis polgárháború lesz, és a feketék egymás közötti balhéja. Ezen kívül a rhodésiaiak kiválóan tudták levadászni a gerillákat, ez egyszerűen emberi tényező, a katonáik
gyorsabban és jobban mozogtak, mint a gerillák. Jobban ismerték a bozótot, mert oroszlánvadászok és zebravadászok voltak, és kóbolyok, és nagy állattartók, és tudtak 100 kilométert gyalogolni egyhuzamban, és 3 napig feküdni egy helyen, hogyha kellett, vagy egy helyen, hogy lefekszel, és 3 napig úgy vagy, mindenféle felállás nélkül, a megfelelő implikációkkal, és úgy jönni, mint valami vadnyugati revolverhős, csak annál is sokkal, sokkal, sokkal jobban. 30 lövésből 32 találat, ahogy szokták mondani, hogy még a mögötte lévő gerillán is átmegy a lövedék, és ezzel a 300 ezer rodéziai fehér képes volt feltartani 6 millió feketének a gerilla mozgalmát 14 éven keresztül. És ebből egyértelmű volt a feketék, lehetett a feketék számára, hogy a fehérek nagyon, csak nagyon-nagyon-nagyon nagy véráldozatára adják fel, úgyhogy elkezdtek a gyengébb célpontokat lenni, és persze ezt a fehérek is viszonozták, általános volt a fekete faluk válogatás nélkül lebombázása, majd a menekülő lakosok ejtőérnyősök általi levadászása, mint ahogy a képen is látszik, mert hát minden férfi, nő és gyerek lehet gerilla, lehet nála puska, lehet nála kézigránát, lehet nála akna, úgyhogy a legjobb az, hogyha a fekete mozog, akkor meg kell ölni. Erre persze a feketék is válaszoltak, mint mondtam, számol a fehér épületet, belső központot ért támadás, hogy a fehérek ne éreztessék magukat olyan biztonságban a szép kis gazdag fehér államokban. Ezen kívül persze úgy általában a farmokat tömeges ért támadás, főleg azokat az új bevándorlókat, akik nem tudták, hogy fegyverrel kell járni még a WC-re is, és éppen ezért sokan vesztek oda, főleg nők és gyerekek a farmok elleni támadásokban. Viszont a fehérek válaszai, azok pedig teljes falu kiirtása voltak, amelyeket aztán a feketék tudtak úgy prezentálni, mint hogy itt csak nők és gyerekek haltak meg, és persze stábok nem válogatták ki a hullák közül, most ez volt egy gerilla, ez volt egy 5 éves, ez volt egy terhesnő, vagy ilyesmi, és csak lefényképezték a tömegsírokat, és azt mondták, hogy itt csak civileket öltek meg a rodéziaiak, itt népirtás folyik, úgyhogy Rodéziát teljes embargó alá vonta az egész világ, fegyverembargó, olajembargó és minden egyéb más. Persze a rodéziaiak igyekeztek védekezni akár az otthoni fronton is a feketék támadásai ellen, a női lakosságot is alaposan képezték fegyverviselésre, akár még életkori megkötés nélkül is, és ezek egyáltalán nem voltak hülyeségek, ezek nap mint nap fehér életeket mentettek meg, viszont mindezzel együtt látszott, hogy főleg grafikából nézve, hogyha nem tartják vaskézzel a fekete politikai mozgalmakat, akkor hozzájuk eljöhet az a világ, amikor a nagymamának lövészgödröt kell ásni a kertben, és senki sem lehet biztonságban, mert a feketék képesek bármin keresztül menni a saját hatalmukért. És persze a feketék számára is nyilvánvaló volt, hogy ha nem törekednek a fehérekkel megegyezésre, akkor eljöhet az a világ, amikor a fehérek válogatás nélkül ölnek nőt, gyereket és férfit, hogy fennmaradhasson a fehér nemzet Dél-Afrikában. Angolában a háború elég sokkal gyengébb volt, sokkal inkább ilyen gazdasági jellegű, mert hogy igazából itt nem voltak faji ellentétek. Itt egyébként sok félig portugál ember akart elszakadni a Portugáliától, azt mondva, hogy az angolai gazdaságnak, meg a mozambiki gazdaságnak egyszerűen nem előnyös az, hogy Portugáliához van kötve, úgyhogy a szocialista fejlődés érdekében el kell szakadni az anyországtól ezeket az erőket. A portugálok elég gyorsan legyőzték, kivéve a rádióikat, amelyek Kongóból nyomták a felszabadítási propagandát, és ezáltal meglepő módon 14 év alatt össze is kovácsoltak egy elég jó politikai közösséget, pusztán a rádiózáson keresztül. Viszont addig is a portugál hadseregben jól megvolt egymással a fekete és a fehér, közösen harcoltak a szerintük kommunista lázadók ellen. Ezek a portugálok az integráció jegyében rengeteg szociális munkást küldtek ki, főleg repülőgépen a vidékre, hogy tanítsanak Portugált, az embereknek adjanak alapvető egészségügyi és oktatás szolgáltatásokat. Ezek voltak a híres ejtőernyős ápolónők, a Enfermeiras Paracadistas. Egyébként maga például, hogyha ezt az egy hasonlóságot ragadjuk meg, akkor talán érdekes rávilágítani arra, hogy például a nőt, mint propaganda eszközt mondhatni, meg mint karaktert. A rodéziai rezsimben úgy láttuk, mint azt, aki védi a faját, a gonosz feketék ellen, és lövöldöz mindenkit, aki a konyhakert közelébe jön, míg a portugál részen azt láttuk, hogy,
hogy a fehér nő a fehér terhét hordozza, és igyekszik beintegrálni a feketéket egy csodálatos eljövendő fasiszta államba, ami majd a gonosz feketék leverése után következik majd el. Viszont ezek a háborúk és ez az egész rendszer nem maradhat fent a végtelenségig. Egy szeg miatt a patkó így végül itt is elveszett, mint tudjuk a mondókában, aztán patkó miatt alul elveszett, lova miatt a király elveszett, és így tovább. Az első ilyen patkószeg effektus az volt, hogy a portugálok egyszerűen megunták a háborút, meg az egész projektet. Azt érezték, hogy túl sok pénzt költünk erre az egész hülyeségre, túl sok ember meg portugálja akkor, mint Magyarország, szóval, hogyha onnan kivittek csak 150 ezer embert a gyarmatokra, akkor az már egy második idegháborús kaliberű elköteleződés volt. A hadsereg kifáradt, Szalazár úgy meg is halt, és utána csak ilyen elég gyenge vezetők jöttek utána. Úgyhogy a portugálok 74 áprilisában hirtelen felázottak Lisszabonban, Portugáliában a hadsereg, és közölték, hogy mostantól új rendszer lesz, a fasizmus a fége, és az Afrika pedig mehet a fenébe az egész problémakörrel együtt, azt jelnek, amit akarnak, nincs átmenet sem, nincsen semmilyen követelmény, hogy ki legyen a politika, és mindent elviszünk, ami a miénk, és mindenki elmehet a fenébe. Ennek aztán persze az lett az eredménye, hogy Dél-Afrika hátában, a dél-afrikai határoknál megjelent két nagy szocialista állam, amelyek erősen elvetették a feketék fehérek általi elnyomását, és Dél-Afrika pedig áthatározta, hogy ő akkor ezt lerendezi, és mivel ezekben az államokban, ahogy a portugálok ezt előre is jelezték, polgárháború robbant ki szinte azonnal a függetlenség után, olyan 3-4-5 oldalú polgárháború, elhatározták, hogy a polgárháborúban egy olyan fél oldalára állnak mind a két esetben, amelyet nem érdekli a teljes kontinensre kiterjedő feltárs, meg a szocializmus, és így egy velük barátságos fekete rezsimeket hoznak létre itt. Ez az egész projekt annyira nem ment jól, a délpánciósok be is törtek ugyan Angolába, és a feketék pánikszerűen menekültek előlük, de itt szembe jött egy olyan tényező, hogy nemzetközi rendszer. A szovjetek ekkoriban elég inaktívak voltak, mert Brezsnyevnek az volt az álma, hogy az élete végére megteremti a szovjetek és az amerikaiak világrendszerének a békéjét, és nem akart itt háborúzni Afrikában. De volt egy olyan fickó, aki a szovjet csatlós volt, megfelelő felszereléssel, megfelelő hadsereggel, viszont megfelelően agresszív volt ahhoz, hogy Angolában beavatkozzon, amikor kérik, és ez nem volt más, mint Fidel Castro, aki Magyarország méretű csatlós államot vitt, a Karib-tengeren anyuci-apuci eltart jeligével, amely anyuci-apuci a Szovjetuniót jelentette teljes egészében, viszont tudta, hogy a szovjetek, mivel nem akarják elengedni a kezét, bármilyen kívánságát teljesítik, például azt is, hogyha ő kér 200 harckocsit, végtelen mennyiségű hadianyagot és felszerelést, akkor azt megadják neki, gyakorlatilag ilyen bianco csekként. Úgyhogy amikor a feketék pánikolva felhívták Fidel azt, hogy nem lehetne azt, hogy áthoz a 20 ezer embert, és szétvered a fehér rasszistákat, akkor Castro látta azt, hogy most van lehetőség arra, hogy Afrikában megvesse a lábát, hogy egyszer majd a jövőben egy saját szövetségi rendszer élén elszakadhasson a szovjetektől is, és erre a vállalkozásra a szovjetektől kért pénzt és fegyvert. A szovjetek erre megadták neki a pénzt, és így történt, hogy a boldogan előretörő dél-afrikai páncélos alakulatok hirtelen belefutottak abba, hogy mentek szépen egy mocsáron keresztül, egy töltésen, amikor hirtelen ráfutottak egy óriási szolgálat aknamezőre, majd pedig a kubaiak a másik oldalról nekiindultak, mint egy 2500-3000 darab rakétával szétlőni az egész oszlopot, majd pedig bontottak egy sört és nézték, hogy a dél-afrikai afrikánerek szénégnek a saját harckocsigaikban. Persze ezzel még nem lett a háborúnak, viszont a dél-afrikaiak meg megdöbbentve látták azt, hogy nem csak hogy egy fekete állam jelent meg itt Angolában, hanem egy olyan fekete állam, ami mögött egy szovjet hadsereg áll. Nem szovjet hadsereg, hanem Fidel Castro, szovjetek által kiképzett és felszerelt hadserege. Persze a kubai államnak az elképzelés szerint, vagy a szovjetek amúgy őrültek, amikor meghallották, hogy Angolában itt tombol, mert azt hitték, hogy ebből a harmadik világháború lesz. De tudták, hogy nem engedjük el Castro-t, mert Castro a Karib-tenger egyetlen szocialista állama, úgyhogy megadtak neki még mint egy végtelen mennyiségű pénzt és fegyvert, hogy itt folytassa ezt a kalandját. Úgyhogy Dél-Afrikában megjelent egy ilyen állam,
ami erős hadsereggel fenyegette Dél-Afrikát. Ami Zimbabwét, Rodéziát illeti, ott elég nagyjából vége is lett az egész projektnek. A fehérek egyszerűen kimerültek ebbe az óriási háborúban, az óriási képességeik ellenére is, és 79-ben megadták magukat, és Robert Mugabe lett a szocialista elnök, aki aztán alaposan el is vette a feketéktől az összes vagyonokat. Kiírta, hogy nem írtotta ki őket, mert az angol kormány, aki ezt az egész tárgyalás folyamatot lebonyolította, az lelkére kötötte, hogyha itt népírtás lesz, akkor őt kinyírják. Szóval, hogy nem fogják Zimbabwét megszállni, de őt megölik. Az angol kormány titkosszolgálati képességének fényében ez egy elég hihető fenyegetés volt. Csak hogy mielőtt Mugabe elnök beülhetett volna a székébe, azelőtt egy másik afrikai csoport kitalálta, hogy Zimbabwét lerohanja, megint csak szovjet támogatással, szovjet nehéz felszereléssel, és ő majd nem csak hogy a fehérektől veszi el a vagyont, hanem alaposan kitja a fehér közösséget. Az oroszok ehhez adtak mindegy 200 harckocsit, és hát megint csak végtelen felszerelést, és 20 ezer embernek megfelelő hadianyagot, meg logisztikát, és azt mondták persze, hogy erről ők nem tudnak erről az egész népírtó tervről semmit. Viszont a rodéziai hadsereg utolsó leheltével megcsinálta azt, hogy betört Zambiába, és a különleges alakulatok felszámolták a zambiai hadsereg egy részét, és minden hidat, vasúti csomópontot és műtárat felrobbantottak, és ezáltal világosra tették, hogy itt békés átmenet lesz, mert a tankokat nem lehet áthozni a Zambézin, mert nincsenek hidak sehol. Az egész országban nincsenek hidak. Úgyhogy mondhatjuk azt, hogy hát de a feketék nem is jutottak ki a fehéreket Zimbabwében. Igen, azért, mert a fehér hadsereg sikeresen megakadályozta azt, hogy 20 ezer szovjetek által kiképzett katona betörjön és lefonírozza az egész országot a földig. Úgyhogy ez a faji kérdések békés elrendezéséről. A dél-afrikai hadsereg Kubával elég jó kis állóháborúba bonyolódott Angolában, és ez a fehérek idegeit is egyre inkább szorította, mert hogy egy 3 milliós fehér közösségből kellett annyi katonát kiállítani, amennyi képes egy ekkora háborút menedzselni, és éppen ezért egyre növelték a behívott embereket, sorkatonaság volt a fehérek részére, növelték a behívott tömegek létszámát, növelték a szolgálati időt, és egyre több fehér úgy érezte, hogy jó király, hogy most amúgy van ez a fehér rendszer, ami nekem kedvez minden szempontból, meg csak nekem a választójogom, de hogyha harcolni kell érte, ott fenn Angolában, a mocsarakban, ahol a kubaiak rakétáznak, meg akrák vannak, az azért annyira nem tetszetős, úgyhogy egyre nőtt a fehér feszültség. És erre jött rá még az új Shakespeare és taktos kölykök esete, amely egy sajátos dél-afrikai belső felzúdulás volt a feketék részéről, akik valahogy mégiscsak megtalálták a hangjukat lassan itt az apartheid rendszeren belül, hogyha még 60-as évek elején annyira nem is volt nagy egységük. Az első ilyen tényező az egyház volt, mert hogy sok fekete lakott bent a városokban, magányosan, nem volt a közösségeik, hát hova mennek ezek az emberek? A templomba. Itt ismerkedtek meg fehér és fekete templomokban egyaránt a felszabadítás teológia eszméjével, amely röviden annyit mond, hogy Isten elveti és gyűlöli a zsarnokságot, ezért igenis megvan a jogod arra, hogy tiltakozz és harcolj az elnyomás ellen. Ez volt az egyik tényező. A másik tényező az volt, hogy a félig autonóm fekete területeken egyre több ilyen rádió és újság jelent meg, amelyek számtalan kulturális terméket vittek át afrikai nyelvekre, például Shakespeare drámáit is. Ez volt az új Shakespeare, amit mindenki imádott az afrikai rádióhallgatók között. Rádiójátékok voltak a Julius Caesarból, meg minden egyéb másból, és az afrikaiakban megteremtett egyfajta ilyen kultúrkincset, ami alapján tudtak közösen törzsek között is beszélni arról, hogy mik a legfontosabb etikai és politikai kérdések a világban. Egyébként ez teljesen elég grotesz dolog, de valóban így történt. Mindenki, amikor arról beszélnek, hogy fekete felszabadulás, akkor azt mondják, hogy Zulu Shakespeare, egész pontosan meg is határozzák, hogy Marcus Antonius beszéd a Julius Caesar temetésén Zulu nyelven. Ez volt egy ilyen nagy politikai beszéd, amire mindenki hivatkozott, hogy hát a nem a római nép, hanem a Zulu nép keljen fel, és döntse meg a fehér uralmat. A harmadik tényező az volt,
Most jelzem, hogy kicsit ki fogunk futni az időből, ez már most megkövetek mindenkit, mert a kulpa is minden egyéb más. Szóval, harmadik tényező az volt, hogy volt ez az óriási, az idealista apartheid tudósok által létrehozott iskolarendszerbe kiképzett tömeg. Ezek a gyerekek 60 körül születtek, ebben a rendszerben nőttek fel, és 76 körül érték el, 75 körül érték el azt a kort, hogy már menjünk iskolába, vagy ilyen magas szintű iskolába. De ez elég kevéssé volt lehetőség. Ezen kívül, amikor az állam látta, hogy hát nem tud semmilyen jogi dolgot hozni arra, hogy miért is zárja ki ezeket a gyerekeket a középfokú oktatásból, akkor közölte, hogy nincs oktatás angolul, amit a legtöbb fekete beszél közös nyelvként, vagy zulu nyelveken, hanem csak afrikáner, holland nyelven lehetséges az oktatás. Szóval ez mindenki, hogyha ezt megtanulod egy hónap alatt, a felvételi, akkor lehet jönni az oktatásba. Persze ezt néhány millió fekete gyerek elutasította élből, és nem csak azt mondták, hogy jaj, de rossz nekünk, hanem kimentek az utcára, és óriási plakátokat tiltakoztak, támogatva a keresztény és közös kultúrkincset megszerző felmenőiktől, úgyhogy kialakult egy ilyen igazi nagy fekete tömegmozgalom ezekre alapozva. Amik aztán óriási média publicitást kaptak minden szempontból, már csak azért is, mert a feketék voltak olyan őrültek, hogy voltak olyan gyerekek, akik letérdeltek a rendőrautók elé, és követelték, hogy ide lőjetek, mondván, hogy hát majd biztos meghátrálnak a rendőrök. A rendőrök általában viszont oda lőttek, és ezek a képek bejárták a világsajtót, amint a dél-afrikai fehér hadsereg és rendőrség gyerekeket gyilkol szó szerint az utcán. És ezek akkora erőt adtak a világméretű apartheid mozgalomnak, amely aztán valódi külpolitikai implikációi is voltak. Így hozták el a taknyos kölykök az apartheid rendszer elleni nemzetközi visszhangot, amit eddig senki sem akart forszírozni, mert hát Dél-Afrikai Jószövetség, igen, erős állam, majd lesz fekete függetlenség is egyszer, úgyhogy nem kell sírni az apartheid miatt. De most, amikor ezek a képek bejártak a világsajtót, akkor mindenki azt mondta, hogy jó, srácok, akkor most hagyjuk az egészet a fenébe, szankciók és minden egyéb más. Jöttek az apartheid ellenes kampányok keményen a nyugati sajtóban, a nyugati kampuszokon és mindenhol, csak simán úgy, hogy az apartheid rossz, meg úgy is, hogy legyenek szankciók. Az amerikai és nyugati cégek hozzák ki a pénzüket Dél-Afrikából, ne legyen kereskedelem velük, ne vegyél a dél-afrikai terméket, mert ezt gyerekek véreárán állítják elő ott lent, például mondjuk kakaót, Nesquik. És éppen ezért a rezsim egyre durvább pült, hogy van egy kubai háború északon, ahova egyre több katonát kell nyomni, Zimbabwe már fekete radikális, és bent pedig mindenki zavarog. Úgyhogy ez volt a szeg, amiatt a patkó egyre inkább kilazult. De el nem veszett azonnal, mert hogy volt olyan állam, ami kénytelen volt támogatni Dél-Afrikát, mert hogy elég kevés lehető volt saját magának is. A hadtörténetet ismerők ebből a képből rájöttek, hogy melyik állam volt az, ami Dél-Afrikát mégis csak támogatta szinte egyedüliként, mert nem volt lehetősége más államokkal kereskedni, mert eléggé ő maga is nemzetközi párja volt. A válasz a kérdésre az ez a gépkarabély, ami a dél-afrikai úriember kezében van, amit a dél-afrikaiak 80-tól kezdve vásároltak, Izraeltől. Ez a Galil gépkarabély, amit az arab Balkán 47-ből fejlesztette tovább zsidó mérnökök, és ezt adták el tömegesen Dél-Afrikának, mert hogy szükségük volt arra, hogy a szankciók által súlyzott és az arabok által körbeszállt Izraelben létezzen rendes hadipar és létezzen rendes gazdaság, és ennek kiváló piaca volt Dél-Afrika és a Dél-Afrikai Köztársaság, ami aranyáról vett meg mindent, amit tudott, mert teljes szankciók alatt volt. És nem sokkal, és ezt talán nem hőköltette volna vissza annyira a feketéket, csak hogy nem csak gépkarabélyokat adtak el, mint ahogy példa volt egy amerikai műhold felvétele is, 1979-ben, amely műhold egy óriási villanást vett észre a déli sark és Dél-Afrika között, 79 őszén valamikor,
amely villanást egy jellegzetes formájú felhő követett. Hogyha közelről láthatták volna a robbanást, akkor ezt látták volna nagyjából, ugyanis mivel Izraelnek szüksége volt atomfegyverre, Dél-Afrikától vette az uránt, és cserébe pedig eladta a technikai paramétereit a bombának, amit aztán a dél-afrikaiak kiválóan ki is fejlesztettek, és itt teszteltek a dél-afrikai térségben, valamint itt lövöldöztek a balisztikus rakétáikkal is, messze be az indiai óceánba, és amikor a szovjeteknek mindenki panaszolt, hogy miért nem adtok már több fegyvert a dél-afrikai gyomorgó tömegeknek, és miért nem támogatjátok az igazi nagy felkelést és háborút, akkor eléjük rakták a szovjetek, meg az amerikaiak is a fényképfelvételeket a rakéták csíkjairól az indiai óceánon, hogy azok, hogyha nagyon akarjátok, akkor a fehérek megőrülnek, és rátaljanak a piros gombra, és akkor nem lesz se Zulu Shakespeare, se gimnázium, se fekete felszabadítás, csak egy nagy atomsivatag. Úgyhogy ez eléggé visszahökkentette az egészet, de ettől függetlenül az afrikai tömegek még inkább tomboltak 80-as években végig, és egyre több volt a terrortámadás a fehérek ellen is, Dél-Afrika szerte. Sőt, és akkoriban találkoztak azzal a problémával is amúgy az Afrikai Nemzeti Kongresszus tagjai is, hogy nem csak hogy a fehérek harcolnak ellenük, hanem a feketék is, mert hogy sokan úgy érzik, hogy jobb lenne csak az, hogyha csak simán elszakadnánk ilyen kis bantusztánokra, és ott laknánk, csak bár ezt az egészet, mert itt a fehérek teljesen őrültek, és atomfegyverük van, és minden, és ezek a frakciók kölcsönösen harcoltak egymással, a fehérek pedig röhögtek. Vagy sorétesen lövöldöztek a tömeg közé, a válogatás nélkül, mint az alsó képen is látszik. A kiút, a talán megoldás, ami ezt az egész problémakört talán kicsit megoldásra terhette volna, az nem volt más, mint talán csak a békés megegyezés, vagy valami olyasmi, attól függetlenül, hogy ki milyen bűnt csinált a múltban, milyen népírtás és milyen szörnyűséget. Ezt Desmond Tutu püspök képviselte, aki közös fehérekkel, feketékkel, indiaiakkal, félvérekkel szervezett tömegrendezvényein tüntetett azért, mint itt ez a Dél-Afrikai Sandon is, hogy csak béküljünk ki, szóval, hogy hagyjuk a szocializmust, hagyjuk azt, hogy itt fekevasság lesz és ilyes, csak béküljünk ki, srácok, csak ennyi. De egyelőre egyik oldalról sem volt erre hajlandóság. Hajlandóságot végül azt hozta el, amit a dél-afrikaiak féltek, az angolai háború. Mert hogy a dél-afrikai rezsim annak ellenére, hogy Izrael alaposan felfegyverezte a hadseregét, elég megszívta a 87-88 terén. Ismét megtámadta a rezsim Angolát, hogy tönkreverje az angoli hadsereget, és végre lezárja ezt a kérdést. A kezdeti sikerek után, mikor rengeteg szavukot kilőttek, beütköztek meg abba a problémába, hogy a kubaiak hoznak végtelen mennyiségű aknát, végtelen mennyiségű harckocsit, végtelen mennyiségű ágyút, a szovjetek még többet adnak nekik, tehát a szovjetektől bármennyit kérhetnek gyakorlatilag. 88-ban is hiányzott, tehát 88-ban a szovjetunió végén, délután, amikor az egész rezsim rohadt szét, a szovjetek ilyen vállalkozásokban voltak Afrikában. Többek között ez is sietette a rezsimnek a bukását, de erről ennyit. De szóval a dél-afrikaiak elakadtak a Angolában, súlyos veszteséget szenvedtek, és rájöttek a többek között arra is, hogy a kubaiak előbb-utóbb fölébe fognak kerülni. A kubai légierő uralta az eget, és képes volt bármit megtámadni, bármit bombázni, lebombázták többek között fontos erőműveket is a Dél-Afrika pervidékein, és úgy érzékelték az dél-afrikai fehérek, hogy itt most vagy atomháború lesz, vagy béke. Tehát, hogy most itt lehet még pörgetni ezt, hogy jobbak vagyunk bárkinél, és a katonai keményebbek bárkinél, és 100 km gyaloglás, meg 3 napos egy helyben fekvés, és mennyire királyok vagyunk. A szovjet hadigépezettel szemben nem lehet csinálni. Vannak határok. És ez hozta el azt 88-ban, hogy az új fehér elnök, de Klerk, aki itt középen látható, Ferdinand Wilhelm de Klerk elhatározta, hogy na srácok, akkor most elengedjük az egész kérdést. Persze ezt megfelelően demokratikusan tette egyébként, tényleg, teljesen. Csinált egy nagy fehér népszavazást 91-ben, hogy csak a fehérek részvételével, hogy
legyen apartheid, szóval most nem az, hogy most az állam megmondja, hogy mi a jó fehéreknek, hanem a fehérek mondják meg, hogy legyen apartheid. És 70% azt mondta, hogy ne legyen. Azt mondta, hogy igen, töröljük el. Hát azért itt ICS, hogy igen, töröljük el az apartheidet. Apartheidot, mindegy. És így elúthatott úgy, hogy már 90-ben, még a választás előestéjén kiengedik Nelson Mandelát, aki egyébként meg is lepődött, hogy most neki itt ilyen veszélybe kell lennie, mert amúgy ő 26 évet ült börtönben, senki sem kommunikált vele, és hát akkor itt most ide berakták, és kellene csinálni valamit, de becsületével legyen mondva, hogy felnőtt a feladathoz, és jól szocialista volt, és gyűlölte a fehéreket, és pokolba kivált az egészet, tudta, hogy van 11 jó oka arra, hogy itt béke legyen, 11 atombomba, ami a rakéták fején csücsül valahol egy délafrikai silóban, úgyhogy elment a fehérekhez vacsorára, és elmondta a táboroknak, hogy itt a fehérek gyógyai nem fognak csorbulni, és tényleg, srácok, nem ez semmi gond, tényleg szóval nem ez szocializmus, és nem ez semmilyen probléma, csak a feketék jogai legyenek meg. És így alakult az, hogy aztán, amikor a fehér radikálisok felkeltek, ezzel az egész szendet is elmegkifeltek, hogy hát itt akkor fehér fajpusztulás lesz, mert jönnek a feketék, akkor a fehér állam rendőrség elövöldözte le őket tömegesen. Úgyhogy Nelson Mandela valóban létrehozta azt, amit sokan csak szerettek volna. Hátra mögöttek a kubai hadsereggel, előtte a dél-afrikai atomfegyverekkel. 1994 áprilisában első teljes országra kiterjedő választásokon az Afrikai Nemzeti Kongresszus győzelmet aratott a választásokon, és létrejött a fekete többségi uralom utolsóként Dél-Afrikában, mert ugye máshol ez már megvalósult korábban. Volt még egy kis rendezés hátra, mert ugye voltak itt népírtások, meg politikai gyilkosságok, meg koncentrációs táborok, meg. Viszont, és volt is egy ilyen bizottság, hogy igazság és megbékeltetés bizottsága, de ez annyiból állt, tényleg, annyiból állt, hogy eljött a fekete terrorista és a fehér népírtó, elmondták az egész sztoriukat, és aztán elengedték őket. Nem volt az, hogy most akkor legyen Nürnbergi per, és mindenkit akasszunk fel, mert tudták, hogy akkor ott lesz a 11 jó ok arra, hogy ne legyen Nürnbergi per, meg a minden mások, és tudták, hogy nincs más esetőség, az apartheid történelem, a fehérek lezárták ezt a könyvet, anélkül, hogy megműhődnének, a fekete gerillák szörnyű gyilkosságai megint csak a szőnyeg alá kerülnek, és létrejön az igazi igazság és megbékélés, vagy valami olyasmi Dél-Afrikában. Igazából már csak az a kérdés, hogy hát akkor örülünk, Vincent. Jó volt az egész? Jó volt, hogy a fekedék felkeltek és lerázták a láncaikat? Angola közben ismét Portugáliába akar integrálódni, és hatalmas angolai befektetésnek Portugália felé az a felfedezett olaj kincsekből. Dél-Afrika alásúlyott a bűnözésbe, az AIDS-be, és egyre több a fehérek ellen elkövetett a gyilkosság, faji alapú gyilkosság. Nelson Mandela tisztelik, de a fekete szegénység nem oldódott meg. Sok fehér radikális azt mondja, hogy az apartheid csak megúvta, hogy a fehér életterek elpusztuljanak. Bár ez gyakran eléggé torzító. Szóval, köszönöm a fekete, és örülünk, Vincent!